Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük főbb híreinket. Pontrichter Világ Karibácsi szemével. Dr. Friedrich Károly közel 80 éve készült felvételeiből nyílt kiállítás a Rejpál házban. Fertőző agyhártyagyulladás. A megelőzésre hívja fel a figyelmet a járási tiszti főorvos. Madarak karácsonyfája. A madarak védelmére teremt hagyományt a tanulmányi erdőgazdaság. A Pontrichter Világ Karibácsi szemével címmel nyílt kiállítás a Rejpál házban. A Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében létrejött tárlatanyagát dr. Friedrich Károly közel 80 éve készült felvételeiből válogatták össze. A Brass Brothers fúvós muzsikája nyitotta meg a Pontrichter Világ Karibácsi szemével című kiállítást. Karibácsi, azaz dr. Friedrich Károly sokoldalú ember volt, aki Sopronban élt és alkotott. A hajdani mozi igazgató rengeteg filmfelvételt, fotót hagyott az utókorra. A Soproni Német Önkormányzat és a klubnak volt az a döntése, hogy erre felszerelt, tehát kiállítás megtartására felszerelt terembe az első kiállításunk mindenféleképpen az őseinkkel legyenek kapcsolatban. Őseinkkel, pancikterekkel, szőlőtermelőkkel, és a következő lépés volt az, hogy Karibácsi fotóit szeretnénk itt kiállítani. Most Karibácsi fotóit megcsináltatni ilyen A4-es méretre, ez nem olyan egyszerű dolog, ezek a fotók zömében már 70 évesek, vagy még régebbiek. Úgyhogy ezeket a fotókat akkor sikerült megtalálni, meglelni, beszkennelni. Karibácsi fia, dr. Friedrich András szívesen segített a tárlat anyagának összeállításában. Kiemelte, hogy a levéltár példás módon őrzi édesapja hagyatékát. Ezek a felvételek jó részt a Soproni Szimfónia című film, Soproni Bor című felvonásából származnak, és ez a filmanyag a Központi Filmarchívumban található, a papírképek pedig a Soproni Levéltárban, amelyet édesapám, édesanyám gondosan vázlatfüzetekbe ragasztott be, és a Soproni Levéltárban példás pedantériával tárolják ezeket a képeket, és ott kellett elkérnünk, hogy ki tudjuk fotozni a legjellemzőbbeket, amiket mi a legjobbaknak és a Pontrichter életre vonatkozóan a legtalálóbbaknak ítéltünk meg. Az egykori soproni polgárok a Pontrichterek mindennapjait, a szüreti időszakot bemutató kópiákat a várkerület 7 szám alatt a Rejpálházban tekintetik meg az érdeklődők január 30-áig. A meningokokkusz által okozott járványos agyhártyagyulladás megelőzésére hívja fel a figyelmet az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal. Az ANTS az elmúlt napok tragikus híreire reagálva adta ki közleményét. Eszerint Magyarországon évente 50-70 megbetegedést jelentenek, ezeket főleg a baktérium B, ritkábban a C csoportja okozza. A betegség lapangási ideje 2-10 nap. A meningokokkusz betegség klinikailag két formában jelentkezhet, agyhártyagyulladás, illetve vérmérgezés képében. A soproni járásban az elmúlt években nem fordult elő fertőző agyhártyagyulladásos megbetegedés. Általában a csecsemőket, kisgyermekeket, illetve a fiatal felnőtt korosztály betegíti meg, tehát ők azok, akiknek mindenképpen javasolt a megelőzésre az oltás, az ami egy, illetve három oltásból áll, attól függően, hogy melyik típus ellen kívánjuk a védettséget megszerezni. A járásban elmondhatjuk, hogy visszatekintve, évekre visszatekintve, nálunk is a B szerotípus fordul elő leggyakrabban, a C szerotípus az ritkábban fordul elő, de általánosságban elmondhatjuk, hogy mindkét szerotípus 5 éven belül a járásban nem fordult elő, illetve a B szerotípus pedig 8 éve fordult elő a járásban egy-egy megbetegedést okozva. Óvodások díszítették fel a madarak karácsonyfáját a soproni parkerdőben. A tanulmányi erdőgazdaság hagyományteremtő programjával a madarak védelmére és a természet szeretetére hívta fel a figyelmet. Madárkalácsot osztanak szét az óvodások között az Ojtozi fosoron. A gyerekek a madarak karácsonyfájára vitték a csemegéket, hiszen tudják, a kisállatok számára télen létfontosságú az etetés, az, hogy megfelelő mennyiségű eleséghez jussanak. Azért, mert ha nem, éhen halnak. Mit szeretnek a madarak enni?
diót, magokat és mandalint. Azért, mert általában a földön nem találnak azért magokat, mert a hó belepi. Mit hoztatok most a madaraknak? Almát, azt hiszem még mandarin helyet és kukoricát. A madarak karácsonyfáját idén először díszítették fel a soproni parkerdőben. A szervező tanulmány erdőgazdaság kezdeményezése a madarak védelmére és a természet szeretetre hívta fel a figyelmet. Fontos a téli időszakban a madarakkal való törődés és foglalkozás, és azt gondolom, hogy fontos, hogy lássák azt, hogy mi erdészek, vadászok nem csak az erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkozunk, hanem ebbe beletartozik ugyanúgy például a madaraknak a védelme és a madarakkal való törődés is. A rendezvény Sopron óvodáit szólította meg. A díszítésben összesen több mint 100 gyermek vett részt. Úgy gondoltuk, hogy az advent időszakában idén az óvodásokat megszólítva madarak karácsonyfáját díszítünk. Ezzel is mint egy mintát adva a gyerekeknek, hogy a madáretetéssel foglalkozzunk. Talán a szülőket is megérintve ebben az irányban, majd otthon is elkezdik a madarakat egész télen etetni. A hagyományteremtő rendezvény zárásaként a díszítők lelkesedését és munkáját meleg teával hálálták meg a szervezők. Elveszett népviseletét keresi egy soproni táncos Kalmár Kincső. A ruhát szombat este egy bordoruhazsákba hagyták a Petőfi Sándor általános iskola előtt a padon. A zsák tartalmazott egy alsó szoknyát, egy plisszérozott fehér szoknyát, egy plisszérozott piros kötényt, egy piros hímzéses fehér blúzt és egy fekete hímzett mellényt. A viseletet még 30 évvel ezelőtt a táncos édesanyja készítette. Több mint 100 000 forintot ér, különösen az eredeti mellény miatt. Amennyiben a megtaláló nem akarja visszaszolgáltatni a ruhát, a tulajdonosok hajlandóak visszavásárolni az öltözéket. Ha a ruháról valaki információval rendelkezik, azt a Petőfi Sándor általános iskolában is jelezheti. Kihirdették az adventi rajzpályázat eredményeit. Idén 22 iskolából közel 300 alkotás érkezett. Színpompás karácsonyfák és angyalkák, aprólékosan ábrázolt bibliai jelenetek és vidám téli életképek szintén megtalálhatóak a rajzok között. A beérkezett műveket Varga Tünde tervezőgrafikus zsűrizte, az ő döntés alapján került be a 24 mű a főtéren található nagy adventi naptárba. Az alkotásokból kiállítás is nyílt, a paravánokra csak 164 rajzot tudtak kihelyezni a szervezők, de a vendégkönyv mellett a többi is megtekinthető. A rajzok december 29-ig láthatóak a Liszt központban. Idén is ajándékokkal tette szebbé a rászoruló gyerekek karácsonyát a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat soproni csoportja. Az ajándékozással egybekötött ünnepváró programot szombaton tartották meg a Liszt központban. Gyermekek műsorai színesítette a Máltai Szeretetszolgálat soproni csoportjának karácsonyváró délutánját a Liszt központban. Az eseményen hagyományosan a Passauból érkezett testvérszervezet tagjai is részt vettek, akik ajándékcsomagokat is hoztak a soproni gyerekeknek. A karácsonyváró máltai program immár mintegy két évtizedes múltra tekint vissza Sopronban. A Máltai Szeretetszolgálat minden évben tart egy karácsonyváró adventi műsort a Sopron kisgyermekeinek, a rászoruló gyermekeknek. Ilyenkor meghívjuk város összes gyerekét, a Tómalom utcai fogyatékos otthonból, Kozmuca Flóra iskolából, a Doborjáni iskolából és az összes általános iskolából, akik szívesen jönnek, hogy meghallgassanak minket. A műsor végén az ajándékcsomagok kiosztására került sor. Az ajándékokat a város óvodáiban, az Eötvös József Evangélikus Gimnáziumban és a soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolában rendezett gyűjtés eredményeként kaphatták meg a gyerekek. Rekordszámú nevező indult a hűségnapi futáson. Vasárnap több mint 200-an, köztük sok diák gyülekezett a Petőfi téren, ahonnan a Szegedi Róbert által levezényelt bemelegítést követően rajtoltak el a futók. A kicsik a várkerületen keresztül az Ú-gabona teret érintve érkeztek vissza a térre, teljesítve a másfél kilométeres távot. A felnőttek 3500 métert futottak, az indulók között volt dr. Sárvári Szabolcs, a városi edzője, és Tóth Éva önkormányzati képviselő is. A hűségnapi futás résztvevőit a célba érve forró teával várták a szervező soproni sportfelügyelet munkatársai. A távot teljesítő diákok között egy kerékpárt is kisorsoltak.
Újabb döntetlen hazai pályán. Ezúttal a Balmazújvárost nem sikerült legyőznie a Svitelszki Soproni VSE MB2-es labdarúgó csapatának. Az őszi forduló utolsó meccsét vasárnap rendezték a Káposztás utcai stadionban. A szezon utolsó őszi fordulójában a sötétmezes Balmazújváros csapatát látta vendégül hazai pályán a Svitelszki Soproni VSE. Harcos, kemény, de sportszerű mérkőzést játszott a két gárda. A Sopron az első félidőben jól és tudatosan focizott. A 30. percben Batizi Pócsi góljával meg is szerezték a vezetést. Ám a Balmaz 6 perccel később már viszonozta is a találatot Vajda révén. A második játékrészben már kiegyenlítettebb volt a küzdelem, de a hazaiak ebben a félidőben is közelebb álltak a győzelemhez. Végül egy újabb hazai döntetlent könyvelhetett el az SVS-e. Most már 7. alkalommal csak ugyanazt tudom mondani, hogy az ilyen mérkőzéseket meg kell nyerni. Ennyi helyzetet, ennyi lehetőséget, amit kidolgoztunk, nem lehet műtetlenül kihagyni első félidőben. A lehetőségünk, amiből gólt szerezhettünk volna a második fél időben is. Örülünk neki, hogy vége van a bajnokságnak, örülünk neki, hogy innentől kezdve nem kell több mérkőzést játszani. Bízunk abban, hogy a felkészülésünk lesz, bízunk abban, hogy a tavaszi időszakban az ehhez hasonló mérkőzéseket meg fogjuk tudni nyerni, mert jobb állapotban lesz egy-két játékos, jobb döntéseket fog tudni hozni egy játékos azáltal, hogy jobb állapotban van, és bízunk abban, hogy előrébb tudunk lépni majd a tabellán. A Balmazújváros elleni mérkőzés volt az őszi forduló utolsó megmérettetése. Ezt követően a csapat megtartotta szokásos évzáróját is. Most megmutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk, majd következik a Mozaik, melynek vendége Vörös Ákos, a Lions Club Sopron soros elnöke lesz. Utána KV2-esben című műsorunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió keddi híradójának végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Napraforgó lakópark. Szerdán megnövekszik felettünk a felhőzet, eső, havas eső is kialakulhat. A szél megélénkülhet. A fagyos reggel után -2 + 4 fok között alakul a hőmérséklet.